Sziasztok! Az elmúlt 10 napban meghallgató a Gazdasági Bizottság ülésén Szijjártó Pétert, Palkovics Lászlót és Varga Mihályt, valamint volt egy elég erős ütősváltásom Gulyás államtitkár úrral is. Ne nézzen így rám, uram! Három napja beszéltem egy egészségügyi szakszervezeti vezetővel. A Gazdasági Bizottságban Palkovics Lászlót hallgattuk meg. Én azt kérdeztem, hogy a stratégiák mellett mikor fogjuk elérni, hogy Magyarországon a minimálbér 200 000 forint lesz, azaz 700 euró körül, illetve hogy a többi pénz, a minimálbér fölötti pénzek mikor lesznek az Európai Unióban átlagosakhoz megszokottak. A miniszter erre természetesen nem válaszolt, mert a stratégiák fényesek, de sajnos a valóság az elég szomorú. Megkérdeztem Palkovics miniszter urat, hogy mi a helyzet az euróminimummal, amivel már nagyon régóta dolgozunk, egyébként az ő minisztériumát is bevontuk már ebbe az ügybe. Palkovics miniszter úr is elismerte a munkásságot, és azt mondta, hogy ezek nagyon jó javaslatok, és be is fognak kerülni a most készülő törvénymódosításokba, úgyhogy úgy tűnik, hogy kivételesen ez az ügy halad a maga útján, és remélem, hogy most már nem sokára törvényjavaslat lesz belőle, és elkezdődnek a munkálatok, hogy a Magyarországon található gyalogos átkelőhelyek ne életveszélyesek legyenek, hanem biztonságosak mindannyiunk számára. Szijjártó Péter meghallgatásán azt a kérdést tettem fel a miniszter úrnak, hogy valóban ki akarja vezetni a Orbán kormány az országot az Európai Unióból. Arra a kérdésemre nem válaszolt semmit, egy szót se, hogy mit tervez az Orbán kormány Magyarország Európai Uniós tagságával kapcsolatban, se igen, se nemet nem mondott. Arra a kérdésre pedig, hogy ezzel a multi cégeket miért támogatjuk, hogyha ennyi pénzt visznek ki az országból, gyakorlatilag a vállát vonogatta, és azt mondta, hogy hát ez így működik. Az a helyzet, hogy szerintem nem így működik, ez felháborító, és de nekünk az, hogy a multi cégek itt vannak, azzal nekem nincs gondom, de nekünk azzal van gondunk, hogy nincsenek fizetések. Ebben a házban nemrégiben elfogadták az orvosokról és az egészségügyi szakdolgozókról és a kórházi dolgozókról szóló törvényt. A helyzet kusztaságát látva és a nagyon rövid döntés időre, hiszen egy-két nap alatt nyomták át ezt a törvényt a házon, én ezt a törvényhez nem adtam a nevemet. Ha jól emlékszem, akkor képviselő volt egyetlen, aki nemmel szavazott. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egy képviselő számára milyen nehéz egy olyan törvény ellen szavazni, amiben béremelés is van. De én azt gondolom, hogy ebben az esetben jobban tette volna a tisztelt ház, hogyha nemmel szavaz, mert ezzel a törvénnyel mindenki veszíteni fog, beteg és orvos egyaránt. Azt kockáztatjuk, hogy az állampolgárok a jövőben csak úgy jutnak normális gyógyításhoz, ha azt a piacon megfizetik, hiszen várhatóan rengeteg magyar orvos és rengeteg szakápoló fog magánpraxisba vonulni, külföldre menni, vagy elhagyni a pályát. Természetesen én készséggel elfogadom azt, hogy ennél is nyugodtan lehetne lényegesen magasabb az ápolói fizetés. Látjuk azt, hogy az orvosok és az ápolók milyen hihetetlen küzdelemben vannak most, hogy a vírus terjedését megfékezzék. Ritka politikai konszenzus jött létre az egészségügyi törvény elfogadásakor. Önöknek már most hozniuk kellett egy olyan kormányrendeletet, ami megtiltják a szakdolgozóknak, az ápolóknak, hogy felmondjanak, hiszen ők pontosan tudják, hogy mi készül az ápolók között, akik nem akarják aláírni ezt a törvényt, hiszen ez számukra elképesztően hátrányos. Akkor, amikor ne nézzen így rám, uram, három napja beszéltem egy egészségügyi szakszervezeti vezetővel, tehát azt gondolom, hogy ezt én nem a légből kapom, és ön is pontosan tudja, hogy mi a helyzet. Egy fizetésemelésnek hazudva gyakorlatilag bércsökkentett a szakdolgozóknál és a kórházi dolgozóknál is. Felháborító, vállalhatatlan, azt gondolom, hogy ez minimum neki bocsánatot kéne kérni ezektől az emberektől. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a törvényt, amit egyébként most vicces módon a kormány fölfüggesztett, tényleg el fogják törölni, és nem fogják bevezetni mindannyiunk érdekében, de leginkább az ápolók érdekében. Varga Mihály meghallgatása egészen szürreálisra sikeredett. A miniszter, aki egyébként helyettese a miniszterelnök úrnak, akkor elmondta, hogy milyen jó az adóhelyzet Magyarországon, és hogy fejlődünk, és hogy hát itt gyakorlatilag minden rendben van. Arra a kérdésemre, hogy ez mind rendben van, illetve hogy nincs rendben, mert hogy ugye hazugságon alapul az egész, de hogy oké, de hogy mi lesz a bérekkel, arra Varga Mihály gyakorlatilag egészen elképesztő mondatokat mondott, olyan is kiesett a száján, hogy itt havonta 10%-kal nőnek a bérek, meg hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de majd valami lesz, de semmilyen konkrétumot nem mondott arra nézvést, hogy mikor fognak Magyarországon az elképesztően megalázó és alacsony bérek végre elkezdeni nőni. Fogalma sincsen 10 évi kormányzás után, hogy mi fog történni a magyar néppel, pedig emléletileg ő ennek az országnak a pénzügyminisztere. Azt gondolom, hogy ez teljességgel elfogadhatatlan és teljességgel felháborító.